Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Amikor az emberfia eljön az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében, és helyet foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte. Ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat a jobbjára állítja, a kecskéket pedig a baljára. Azután a király így szól a jobbján állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot. Mert éhes voltam, és ti ennem adtatok. Szomjas voltam, és ti innom adtatok. Idegen voltam, és ti befogadtatok. Ruhátlan voltam, és ti betakartatok. Beteg voltam, és ti fölkerestetek. Börtönben voltam, és ti meglátogattatok. Erre megkérdezik tőle az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enni adtunk volna neked? Szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna? Akkor a király így felel, bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettétek, velem tettétek. Mikor láttunk téged? Quando te vidimus? Ez a központi kérdés, amelyet a mai evangéliumban föltesznek az üdvözültek. Az utolsó ítéletkor nem csak Krisztus tesz föl kérdéseket, hanem nekünk is az életünkben sok olyan kérdés fogalmazódhat meg, amelyre reményeink szerint majd csak ott kapjuk meg a választ. Az egyik ilyen fontos kérdés, amelyet az Úrnak mondhatunk, hogy Uram, mikor láttunk téged? Quando te vidimus? Ez legyen a központi kérdés, amelyről most gondolkodjunk. Ezt a kérdést tehetjük föl minden nap végén. Uram, eltelt egy nap. Láttunk téged? Mikor láttunk téged? Hogyan láttunk téged? És ha láttunk, ezzel mit kezdtünk? Ezt kell föltenni egy nagyobb időszak végén is, és most az egyházi év utolsó vasárnapján, amikor visszatekintünk egy évre, nem a nagy fordulópontokat, nem a meghatározó nagy eseményeket keressük ebben az évben, hanem arra kérdésre keressük a választ, hogy Uram, ebben az évben volt-e olyan helyzet, amikor téged láttunk? És ez lesz az a kérdés, amelyet halálunk pillanatában is megfogalmazunk, amikor Isten elé állunk. Uram, mikor láttunk téged? Csak hogy erre a kérdésre nagyon nem könnyű válaszolni. És ez látszik az evangéliumban az üdvözültek zavarából is. Miért is? Mert nagyon gyakran, amikor a kérdésre válaszolunk, hatalmas dolgokra gondolunk. Látványos dolgokra, hangos dolgokra, az életet fölforgató eseményekre. És Krisztus válaszából kiderül, az apró kis részletekre kell figyelni, és ott kell észrevenni, hogy az irgalmasság testi, lelki cselekedeteiben, a szürke, ködös hétköznapokban igenis láttunk téged. Igenis, amikor az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit hajtottuk végre, akkor téged láttunk, és ezzel együtt téged tettünk láthatóvá. Van a mai kornak sokféle kísértése. Például a túlságosan is gyors élet, a felületes életmód. Az, amikor túlságosan is hajszoltak vagyunk. Űzöttek, agyonnyom minket a rengeteg program, nehézségekkel küszködünk. Nem tudjuk tervezni a holnapot holnap után, és a rengeteg szorongás beköltözik a szívünkbe, beköltözik az agyunkba. Nem tudjuk aknamentesíteni a saját emlékezetünket,
állandóan hordozzuk a megoldandó problémákat, megoldandó kérdéseket, és nem élünk, hanem túlélünk. Nem látunk, hanem elmegyünk Jézus mellett. Elmegyünk mindazok mellett, akiknek oda tudnánk adni Krisztus szeretetét. Az irgalmasság testi lelki cselekedeteivel tudnánk hozzájuk fordulni. Nem vagyunk gonoszok, csak gyakran fáradtak és űzöttek. Úgyhogy éppen ezért érdemes rákérdezni minden este, Uram, mikor láttunk téged?